Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy hétvégi szerelmi jóslás. Mielőtt kezdenék, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy minden hónapban, hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom. Ez megrendelhető e-mailen keresztül. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, azon kívül a havi angyal, amit még kaptok minden hónapban egy jóslást fele áron. És most megnézzük a képeket, a hétvégi jóslás. Ez a kártya itt utal vagy a te jelenlegi helyzetedre, vagy az ő helyzetére. Az is lehet, hogy mindketten így érzitek magatokat. Ez a kard jelenti a döntéseket. Ő hoz fontos döntéseket, vagy te hozol fontos döntéseket. Amire ez a kard még utal, elvágni a félelmeket. Amit ez a kártya, illetve ez a kard szimbolizál, az a levegő eleme. És az utal a könnyűségre, és ha áttetted magadat a félelmeken, a bizonytalanságokon, akkor jobban, könnyebben érzed magadat. És a levegő eleme jelent még valamit, a kommunikációt. Ez a férfi beszélni szeretne veled, vagy te akarsz vele valamit közölni. Ez a kártya utal stresszre, feszültségekre. Én nem hiszem, hogy ez most hétvégén van így, hanem én úgy gondolom, hogy te ezt már átélted az elmúlt napokban és hetekben. Itt ez a mág virág utal az alvásra. Kell számodra a nyugalom, pihent ki magad hétvégén. Nem csak rád vonatkozik, hanem a lelki társadra is. Ő is kimerült, fáradt, számára is fontos a pihenés, az alvás. Miután kipihented magadat, és ő is, itt megjelenik újra a tűz eleme. És az utal a bátorságra, a lelkesedésre, az ötletekre, a tettekre és a testi kapcsolatra is. Itt lesz újra mozgás, de mielőtt indítasz, kell egy kis nyugalom és az alvás. Ez a király közöl veled valamit. Vedd a kezedbe ezt az arany érmét. Figyelj oda rám, ezek az anyagiak, vagy a munkád, hiszen ez összefügg. És ne adj ki sok pénzt most a következő napokban, hanem fogd össze, spórolj kicsit, vagy figyelj erre oda, hiszen szükséged van az anyagi jólétre, a biztonságra, egy biztos munkahelyre is. Amit ez az arany érem még jelent, ezek a belső értékek, ezt is vedd kezedbe, figyelj oda rá, hiszen értékes vagy, és megérdemelted azt, hogy megkapd azt az élettől, amit szeretnél. Itt anyagiakról van szó, ennél a kártyánál viszont érzelmekről van szó, hiszen a kelyhek azok jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt van a képen 5 kehely, ebből 3 már összetörött. Ez utal a múltra és a könnyekre.
búcsúzz el ezektől az emlékektől, és bízz a jövőben, hiszen itt áll két kehely, amit kiépíthetsz. Ez lehet egy jó szerződés, és utal a munkahelyedre, vagy a párkapcsolatra, hiszen érzelmekről van itt szó, te és ő. De mielőtt te ezt átéled, mielőtt te cselekedni fogsz, tekints befele. Ez a jelen, hiszen most kell ez a nyugalom, ez a belső hang. Kell számodra ez a szünet. És utána itt van a tűzeleme, és a jövő, itt kialakul valami. Ez a fiatal fiú utal egy új kezdetre. Itt ennél a kártyánál láthatók a gondolatok, az ötletek is, az is, hogy téged ez nagyon lelkesít, és itt ennél a kártyánál már tettekről van szó, hiszen ez a kard utal döntésekre. De mielőtt konkrétan döntesz valamilyen irányba, tekints oda a madarakra, minden madár utal egy lehetőségre, vagy egy ötletre, nem tudod mindezt azonnal megvalósítani. Tehát koncentrálj valamire, ami fontos számodra, ami lelkesít téged. És ez legyen a döntés, mert ez a fiatal fiú nem sieti el a dolgokat. Ő aktív, de figyeli az eseményeket, vagy elgondolkozik azon, melyik döntés lenne helyes számára. Itt ezen a képen szintén a kelyhekről, tehát érzelmekről van szó. Ugyanúgy, mint itt az eltörött kelyhek utalnak a könnyekre, ezen a képen látható itt a háttérben a könnyek mezeje. És pontosan ettől fogsz elbúcsúzni, hiszen lezárod a múltat. Van jövő. Ez a két kehely utal erre a jövőre. Ez a mai napon talán még nem látható, de ez közeledik hozzád. Ez a férfi utal a te lelki társadra. És ő gondol rád, hiszen te megjelensz a gondolataiban. És a következő kártya utal a szerelemre. Tehát itt párkapcsolatról van szó, és azt is jelenti itt ez a kártya, hogy minden jóra fordul, és pontosan így látja ő is a dolgokat. Vasárnap Regulus csillag besugározza a holdat. Regulus ez egy ilyen királyi csillag, és jelenti a szív ügyeket. Tehát Regulus csillag hatása alatt vagyunk vasárnapon. Mivel a hold átveszi ezt az energiát, és közli ezt velünk, tehát ez azt jelenti, hogy hétvégén nagyon fontos a szív ügyekre odafigyelni. Ez nem csak a szerelmet jelenti, hanem mindazt, amit szeretsz vagy kedvelsz. Ez lehet a hivatásod, a család, vagy egy hobbi, vagy sport, vagy művészi terület, egy kreatív tevékenység, persze jelenti a szerelmet is. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!